Még egy igeverset hagy olvassak föl nektek. Máté evangéliumának 18. részéből a 7. fejezetet, ahol Jézus beszéleképpen. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. A botránkozás témájában és igéiben fogunk ma veletek elmerülni, és ezért kértem elnézéseteket, mert először hangulatba szeretnélek hozni benneteket. Hoztam egy pár olyan képet, amin tuti, hogy pro-kontra indulataink, gondolataink, állásfoglalásaink elindulnak. Egyen léphetünk még tovább. Amikor Eszter megkeresett engem a botránkozás témájával, ezzel az igével, hogy ne botránkoztassátok egymást, akkor milyen magamba kellett néznem, és szembenézni azzal, hogy mennyire szubjektív az én mércém abban, hogy mit találok botrányosnak, botránkoztatónak, vagy mit nem. Még inkább, hogy állok ahhoz, aki engem ilyennek vagy olyannak talál. Mert akinek nem fér bele az az extrovertált, kicsit pörgős zenefilm, ami nekem mondjuk még belefér, arra nagyon könnyen mondom azt, hogy át ilyen kis szép lelkű, meg lassúka, meg nem tudom, tehát, hogy bélyegzek, valljuk be. És közben pedig, amikor olyat találok, ami engem magamat megütköztet, akkor meg nagyon könnyen kiáltom én is azt, hogy provokátor, meg liberális, meg Isten, meg mindent ilyen könnyen mondok. És hogy mi ebben a mércém, hát leginkább a, nem tudom, jó lakottságom mértéke? Szóval, hogy nagyon-nagyon szubjektív az, hogy mi alapján állok én ahhoz, hogy mi botrányos és mi nem. Úgyhogy most igyekeztem nektek válogatás nélkül keresni olyan képeket, amik mégis úgy indíthatnak indulatot. Egyen léphetünk tovább. És nem csak a saját lelkemből nem tudok erre nézve eligazodást találni, hogy mihez kezdjünk a botrányokkal, meg a botránkozással, de a világból sem feltétlenül fogunk tudni találni eligazodási pontokat. Leginkább azért, mert két ilyen totál ellentétes irányt látunk. Az egyik irány az a reklámoknak, a filmeknek, meg a zenéknek, meg a marketingnek a világa, ami egyre-egyre zajosabb, és egyre föntebb teszi a lécet az inger küszöbünknek, és ezzel együtt az inger küszöbünket is. Ismeritek szerintem ezt az alkotást mindnyájan. Nővérem elkövette azt a hibát, hogy túl pici voltam, amikor megnézette velem ezt a filmet, mert őt már érdekelte, és én jó darabig még a fürdőkádban is rettegtem, hogy akkor most harapja ki valami a fürdőkádat velem együtt. És ez a 70-es évek terméke. Milyen mostani cápás filmek vannak? Hát most már az nem elég félelmetes, hogy a tengervízben élnek cápák, amik elkaphatnak bennünket, hanem most már Sharknado van, ami a tornádó és a cápa összeköltése, nem tudom, ismeritek-e. Tehát, hogy most már egyszerű városi meg vidéki honpolgárként is kellene rettegned, mert bármikor jöhet olyan tornádó, ami felkap egy ilyen vérmes CGI cápát, és ott dobja le pont, ahol téged meg tud harapni. Érzitek, hogy milyen ez az egyik ilyen legművibb srófolása talán az ingereknek, hogy te most itt az Adna kaféban légy szíves, rettegj, mert itt is megharaphat a cápa. És minden, a reklámok, egy teljesen egyszerű terméket már minimum kiskutyával, kisgyermekkel és pucérnővel kell eladnunk, mert azt tanultuk marketingből, hogy ezzel lehet eladni. És mit érnek el ezzel nálunk? Sajnos egy ilyen nagy lelki immunitást. A héten hallgattam egy gyermekvédelmis, meg gyerekjogokkal foglalkozó asszonynak a podcast műsorát, aki azt mondta, hogy egyszerűen a hírértéket nem üti meg egy szimpla bántalmazásos eset, pedig a bántalmazásnak van sok formája, elhanyagolás, verbális bántalmazás. Ami bekerülhet a hírekbe, az a szexuális bántalmazás, vagy a tetlegességnek olyan szélsőséges esete, hogy halálra éheztették, vagy halálra verték. Ez alatt nem hír a hír. Ez alatt nincs miért foglalkozni vele, vagy írni róla. Megy föl az inger küszöb. Vagy ti meg tudjátok-e mondani, hogy mi volt épp az aktuálisan legutóbbi terrorcselekmény? Megy föl az inger küszöbünk.
Vagy követtétek-e, hogy hányan haltak meg a kenyai járodásokban? Nem, mert annyi mindentől volt hangosabb itthon a hírvilág, meg a közélet. Föntebb van az ingerküszöbünknél, meg távol is van. Ez az egyik véglet, hogy srófolunk föntebb mindent, és emiatt aztán már nem kapcsolunk olyan dolgokra, amin talán tényleg meg kellene ütközni, hogy van mellettem éhező vagy elhanyagolt kisgyerek. De van egy másik véglet. Van egy másik véglet, egy szellemi irányzat, ami nyugatról nagyon-nagyon közelít hozzánk, és nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Ez az úgynevezett Trigger Warning meg Safe Place mozgalom. Ez egy amerikai egyetemről indult el. Az a története, hogy egy szegény egyetemista lányt egyszer megerőszakoltak. És ő egyébként irodalom szakra járt, vissza tudsz menni? Áj, meglovasította magát a technika. Oké. És ő irodalom szakos volt, és a tanulmányaiban nem sokkal ezután a borzasztó nehéz lelkileg, meg testileg megviselő eset után kellett volna valami olyan irodalmat, olyan könyvet elolvasniuk egész szaknak, egész évfolyamnak, amiben szintén előkerült a nemi erőszak témája. És akkor az egész évfolyama fölbuzdult azon empátiából kifolyólag, hogy ennek a csajnak ne kelljen ezt újra átélnie. Hogy ne kelljen szembenéznie még ilyen frissebbekkel azzal, ami vele, nem tudom, egy pár hónapja történt meg. Ez eddig rendben is van. Csak aztán elkezdtek beállni ebbe a mozgalomba mások is. A fekete bőrű, hogy akkor neki miért kell elolvasnia a Tamás bátya kunyhóját, meg a nem tudom én, hogy van a címe a Fekete Rigós regénynek, filmnek, segítsetek, ne bántsátok a Fekete Rigót, mert hát ott a fekete bőrű népekről a kor egy negatív, egy lenézett tükröt ad, ne kelljen neki ezzel szembesülnie. És nem csak a fekete bőrű, beszállt a feminista, beszállt a homoszexuális, beszállt a mindenki, és kialakultak ezek az úgynevezett safe place-ek, safe zónák, az olyan helyek, közegek, órák, ahol te tuti nem találkozol triggerrel, a trigger ugye ez a pisztolynak a ravasza vagy elsütővasa, ne találkozz olyannal, ami benned megütközést, botrányt, olyan hatást, felkavaró hatást kelthet. Na csak pörgessétek ezt végig egy picit magatokban. Hogy hova vezet ez? Hogy egy idő után miről lehet még azon az irodalom órán olvasni, beszélni, gondolkodni? Mi marad, hogyha minden olyat kirakunk, kiírtunk öncenzúrával, ami bárkinek is kellemetlen lehet? Nem mondjátok azt, hogy az időjárás, mert az én apukám mezőgazdász, ha azt gondoljátok, hogy ez egy ártatlan téma, tévedtek. Tévedtek. Ha valaki tud rajta háborogni, ez az én édesapám. Szóval ebből az egy pici esetből, hogy valakit egyszer bántottak, és tényleg empátiával körülvette szeretettel az ő közössége, eljutottunk egy ilyen nagyon furcsa csökevényig, hogy egy tanár már nem mer tanítani. És ez tart felénk, és már időnként megtaláljátok Magyarországon a nyomait. Készüljetek rá! Nem tudom, miről fogunk menni beszélgetni, végképp, hogy miről fogunk tudni Isten tiszteletet tartani, mert ha valaki trigger, akkor mondjuk Jézus Krisztus elég komoly trigger. Két szélsőség. A világ nem nagyon ad támpontot, hogy most botránkozunk, ne botránkozunk, botránkoztassunk, ne botránkoztassunk. Nézzük meg a következő diánkat, hogy mit mond egy világi forrás, minnyájunk, elérhető jobb keze a Wikipédia arról, hogy mi a botrány. Hát nem is megy el ráadásul a görögig, hanem ő csak a latinig nyúlik vissza, és azt mondja, hogy egy olyan cselekmény vagy esemény, mely során sérülnek a társadalmi együttélés írott vagy íratlan szabályai. Tehát, ha én mondjuk nem érzek szabálynak valamit magamra nézve, akkor azt bátran megsérthetem, vagy melyik az a szabály, vagy melyik nem. Ez sem éppen egy szilárd talaj vagy fogódzó. Na, erős váltással a Wikipédiából kerekedjünk most már a bibliai hadszínterekre, a görög nyelvhez hagy vigyelek el benneteket. Az egyik igénkből rákerestem a botránkoztatni igének a különböző jelentéseire, és olyanokat találtam, amikkel magam is meglepődtem, és nagyon örültem neki, mert bajban voltam a témával. Azt mondja ez a skandalizó,
ige, hogy akadályt tesz a másik elé, vagy bűnre csábít, vagy arra ösztönöz valakit, hogy távolodjon el valakitől, akiben bíznia kellene, vagy föllök valakit, vagy méltatlankodásra késztet valakit. Gondoltátok volna ti mindezt a megbotránkoztat szó mögött? Nekem ez új információként, meg olyan megfrissítő erőként hatott. Még inkább, amikor tovább mentem, hogy Luther hogy foglalkozik ezzel a szóval, mert ő a Héberig is visszamegy, és mind a Héber, mind a görög megbotránkoztat ige mögött van egy olyan gyök, etimológiailag, ami, képzeljétek el, hogy egy csapdához vezet vissza bennünket, az állatcsapdához. Egyel tovább léphetünk. Mint mondjuk egy egércsapdának a kioldója, amit ha súly éri, akkor lecsap. De hogy kicsit méretarányosabban gondolkodjunk, én azért hoztam ennek a medvecsapdának a képét. De hogy miért? Miért láthatja így az igénk csapda, állatcsapda, medvecsapda képpen a botránkozást? Hát, gyerünk vissza Jézushoz, lépjünk egyet. Mikor volt az, amikor Jézus Krisztus a leginkább botránkozott, és amikor leginkább maga is botránkoztatott? Azt hiszem, hogy ez az, ami Jézus, a Jézusról alkotott képben a mai napig a legtöbb ember fejébe úgy nehezen fér bele. Hát ez a templomnak a megtisztításának a története, a kötélből font ostor, az asztalborigatás, ezt nagyon nehezen társítjuk Jézus Krisztushoz. Ezt nem szívesen integráljuk bele az Isten képünkbe. De miért történik ez az egész? Talán ismeritek a jeruzsálemi templomnak a Heródes korabeli kinézetét, ha nem, akkor a Biblia Múzeumban mindenkit elküldünk ezúton. Úgy épült föl kicsit, mint egy hagyma, hogy mindenkinek csak valameddig szólt a jegye befelé, és bentre már csak az igazán kiváltságosak, papok, főpapok, prófétanők, ott szolgálók mehettek, egyébként volt külön udvara az asszonyoknak, meg volt ki meddig teheti be a lábát, és ez a legkülső szép nagy rész itt, az ameddig a pogányok tehették be a lábukat, a nem zsidónak született emberek, egy diát léphetünk. És hogy Jézus miért volt annyira dühös? Hát azért, mert hova telepítették be ezt a jó kis piacseregletet, hol történt a pénzváltás, meg az áldozati állatok adásvétele, hát hol volt másutt rá hely? Itt, ahova a pogányok jöhettek volna. Nem elég, hogy amúgy is elég távolra van, ha látjátok, a benti történésektől, alig ha hallja ki az ott történő szertartásokat, alig ha részesedhet az imádságokban, alig ha vonódhat be az énekekbe, még akkor ráadásul ott van neki a zsivaj, a profit, a minden, ami tényleg közé és az Isten közé áll. Hát valahogy itt van ez a csapda, hogy valami odaáll az Isten és az emberek közé. És ezért olyan nagyon dühös ott Jézus. Ez ott a felháborodásnak az oka. Egyen léphetünk tovább. És kik voltak azok, akik Jézuson nem csak ezen a történetén, hanem úgy az egész életén, járásán, kelésén, kikkel állt szóba, kikkel evett, miket tanított, mit csinált szombatnapon, kik voltak azok, a leginkább szerettek benne háborogni? Hát az írástudók, főpapok, farizeusok. Miért? Mert ha belegondoltok, van egy pszichológiája a botránkozásnak. Amikor háborgunk, amikor forgatjuk magunkban ezt a vehemens érzést, akkor nem látok rá önmagamra. Akkor a másik bűnével, botrányával, gondjával, ügyével, meg Isten képével, meg neki miért szabadott vagyok elfoglalva, ami nagyon-nagyon jól eltereli a szememet a lényegről, hogy én hogy vagyok az Istennel, meg az én bűneimmel, meg az én lelkem milyen úton áll és jár. Számukra a farizeusok, írástudók, meg az ilyen sportszerűen háborgó emberek számára biztos ismertek ti is ilyet, a másik ember, meg az ő botránya, vagy baja, vagy krízise, az nem más, az egy eszköz arra,
hogy valahogy a saját magáról alkotott pozitív önképet valahogy összetartsa. Mert addig, amíg ő hibázik, addig én egész jó vagyok mellette. Addig, amíg ő elbukik a hitében, addig én egész jó vagyok a hitemben, akkor is, hogyha nem tudom, én egy hónapja nem imádkoztam. Addig, amíg ő látványosabbat hibázik, amit meg lehet írni, ami megüti az inger küszöböt, addig én nagyon jól el tudok evickélni fű alatt. És nincs rám irányítva a nagyító, az én nagyítóm sem. Szóval ez talán az egyik, amivel mind Jézus szavai, mind Pál apostolnak majd rögtön kivesézzük a korintusi levelét, de talán ez az első, amit érdemes a botránkozással kapcsolatban megfogadnunk, hogy próbáljuk meg elhagyni ezt a szemellenzőt. Mert ez egy ilyen lelki pótlék. Ez egy hamis önértékelésnek az egyik legjobb bázisa. Léphetünk egyet. És biztosan van körülötted Istent kereső ember. A kérdés ilyenkor botránkozás témában az, hogy mi szeretnél lenni az ő útján. Én teológia elvégzése után jó pár évre itt ragadtam Pesten különböző gyülekezetekben, és nagyon örültem, mert itt még a volt középiskolámból, de már az új munkahelyemről, tehát hogy nagyon sok ismerősömmel egy olvasztó tégelyben voltunk, és nagyon sok emberrel lehetett kapcsolatot tartani. És volt nekem egy barátom, aki alapvetően inkább csak érdeklődő volt Isten iránt, mint sem elkötelezett. Soha nem járt Isten tiszteleten, csak amit neki kellett valamilyen indokból rögzíteni, vagy ilyesmi. Viszont az történt vele, hogy alkalmazta az egyház egyik ágába. Valószínűleg a legrosszabbat tették a hitének, mert a legrosszabb oldaláról ismerte meg az egyházat. Nem arról, hogy abban mit cselekszik az Isten, hogy kik hogyan élik meg az áldásait. Nem éltem, gyülekezetben nem járt, tehát azt nem élte meg, hogy milyen igei megéléseim vannak, a gyülekezet hogy figyel a gyerekeimre, milyen szeretettel ez kerül. Tehát a jóját nem élte meg, de azt látta, hogy na, a titkárnő már megint orrol a főnökre, pedig ezek kereszténynek mondják magukat, annak meg tudom, hogy viszonya van. Szóval látott egy rossz struktúrát, és egy idő után a kérdései, hogy milyen az Isten, hogy szerinted mit kéne tennem, hogy megkeresztelkedjek, ezek így nagyon szépen lekoptak róla, és elmaradtak. Nagyon remélem, hogy csak időlegesen. De ez egy nagy kérdés számunkra a botránkozással, a botránkoztatással kapcsolatban, hogy mi akarsz lenni az utadon. Mert lehetsz te magad is ilyen medvecsapda mások számára, egyet lépjünk. Vagy lehetsz akár irányjelző, a kereső, a még hitében nem olyan régóta benne lévő, vagy épp bizonytalankodónak a jobb keze mellett. Lehetsz akár irányjelző is. Amikor Jézus beszél, például Mátéban is, de a többi evangéliumban is előjön ez a rész a botránkoztatásról, akkor ezt pont azután teszi, hogy megkérdezik tőle, hogy ki a nagyobb a mennyek országában, és ő kiállít egy kisgyereket középre. Ugye? Tanúnak se fogadják el. A rabbik azt tanítják, hogy fölösleges dolog szórni rá a szót a kisgyerekre, mert értelmetlen, buta, nem foglalkozunk vele. Jézus meg kiemeli, és kiállítja középre, hogy ni. Ha olyanok nem lesztek, nem mentek be a mennyek országába. Miért? Hát nem azért, mert az a kisgyerek annyira ártatlan lenne, vagy annyira borzasztóan őszinte lenne, hanem mert ő még úgy tud egy felnőttre tekinteni. Hogy az ő szemében az még fél Isten, rá még oda bízza az életét. Ő még nem ábrándult ki a világból, ő még nem ábrándult ki az emberekből, ő még mitikusan, varázslatosan bízik a világ jóságában, az Istenben. Én a hittanórákra, főleg óvis elsős korosztályban, hát én magam felüdülni járok. Tehát amiket ők így be tudnak nyögni, az a mély teológiánál építőbb sok esetben. Megbízhatónak látják az embert, csimpaszkodnak belé, csimpaszkodnak az Istenbe. Olyan feltétel nélküli a ragaszkodásuk, ami hú, és mennyi csalódáson, mennyi hitelvesztésen kell átmennünk kamaszkorunkban, mire felnövünk, mire összerakunk egy már sajnos kritikusabb világképet, amikor felnőtté válunk. Ez talán egy kicsit egy kiégési folyamat is, nem csak felnövés.
Jézus itt azok felé, vagy azokat szeretné óvni, akik törékenyebbek, akik ilyen őszinte naívsággal, az első szeretettel csüngenek Istenen. És tovább haladva már kicsit Pál apostol felé, fontos, hogy lássunk egy ilyen bibliai kreszt, vagy gyülekezeti kreszt. Tudjátok, a kreszt mögött van egy ilyen filozófia kicsit, hogy mindig azt védi, aki kisebb, aki törékenyebb, aki sérülékenyebb. A biciklissel szemben a gyalogost, az autóssal szemben a biciklist, a kamionossal szemben a személyautós. Tehát, hogy mindig igyekszik annak több jogot, elsőbséget, nagyobb védettséget, nagyobb biztonságot biztosítani, aki a sérülékenyebb. Hát ilyet látunk Pál apostolnál itt a korintusi levélben. Mert mi van itt Korintusban? Hát Korintus az olvasztó tégely, rengeteg zsibongással, sokféle emberrel, és emiatt aztán sok konfliktussal, meg bajjal is. Itt van egy konkrét probléma, amiben Pál apostol szeretne nem is annyira bölcsességet, mint inkább szeretetet rendezni az övéi között. Léphetünk egy diát. Ez a gond, hiszitek vagy sem, ilyen egyszerű dolgon jött elő, hogy akkor mit eszünk és mit iszunk. Mondhatnánk, hogy részletkérdés, de nem ez volt, főleg azoknak nem, akik nem zsidóból lettek keresztényé, hanem olyan sokisten hitű népekből, akik bálványok elé húst vittek oda a bálvány áldozati húsnak. És gond volt ez ebben a korban, mert a piacon jószerivel, vagy a legjutányosabban ahhoz a húshoz lehetett hozzájutni, ami a bálvány templomokból, az áldozati állatokból megmaradt, miután egy része ment a papoknak, egy része megment akár az azt elfogyasztó családnak. Ehhez lehetett igazából hozzájutni. Na és képzeljétek el, hogy összeülnek egy asztalhoz a pogányból lett keresztények, akik most találtak rá Krisztusra, és meglátják ezt a húst. Akik frissen máshonnan jöttek, azok nagy szabadsággal eszik, és akkor meg még van egy harmadik csoport, a zsidóság is, akik meg azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy koser, hogy volt ez kivéreztetve, fizettek-e utána tizedet, meg egyáltalán honnan származik ez a hús. Tehát, hogy volt egy nagy megosztottság ott az asztal körül a korabeli embernek az egyik legszentebb közösségében, akkor most. Ehetünk, nem ehetünk. Mit csináljunk ezzel? Volt kezdeményezés arra, hogy akkor ajánljuk föl valahogy az Istennek, kereszteljük át ezt a husit. Ez innentől nem Artemis husia. De ezek a próbálkozások, hogy mindenki érezte, hogy olyan elég vitathatók. És Pálon kívül a többi tanító a korban, Péter maga is, adott ilyen kategorikus igent, vagy kategorikus nemet. És Pál pedig itt azzal próbál érvelni, hogy nagyon, nagyon szép, hogy vannak érveink, nagyon szép, hogy vannak igazságaink, nagyon szép, hogy hallottuk Krisztustól, hogy nem az rontja el az életünket, ami bemegy, hanem ami kijön. Tehát, hogy mindezek így az ismeret, a kognitív szinten rendben vannak. De legyen már annyi szeretetetek egymás felé, hogy beleérzel annak a másiknak a helyzetébe. Hogy ez őt visszaviszi egy teljesen más világba, az ó emberébe, az ó életébe, abba az előző vallásába, amit ő nem akar. Tudom ezt hasonlítani ahhoz, minthogyha alkoholról frissen leszokottal beülsz egy kávézóba, és te egy kis fröccsöt rendelsz ki. Vagy inkább kérdés, kirendeled-e magadnak a kis fröccsöt, vagy nem? Mit teszel ebben a kapcsolatban? Vagy erre annyi tekintettel, hogy nem tudod, hogy mi az az inger, az az illat, az a szín, az a hangulat, hogy mi az, ami belőle előváltja azt a régi sóvárgást, azt az óembert. Hogy lehetsz te az a medvecsapda, aki őt visszaveti a 3 évre, ha belőtre. Szóval innen érthető meg az, amikor úgy magyarázta ezt a görög igét, a botránkoztatást, az a szójegyzet, amit láttatok, hogy bűnre való csábítás. Hogy
hogy igenis, én akaratlanul, csak azzal, hogy tapintatlan vagyok, vagy nem ismerem őt eléggé, vagy nem érzek bele a helyzetébe, vagy nincs akkora bizalmi, szeretett kapcsolat közöttünk, hogy ezt egyáltalán tudjam róla, hogy neki mi baja a hússal, vissza tudom őt vetni. Szóval látjátok, hogy mi itt Pál apostolnak az alap hozzáállása. Nem egy átfogó, nagy, egyetemes törvényt akar adni, hogy pirosat ne hordjál, mert azt túlélénk, meg farmerben ne menjél templomba, mert azt ne. Nem, nem így szeretne igazságot tenni. Sőt, igen, legsem mondja, tehát, hogy mielőtt azt gondolnátok, hanem azt mondja, hogy ismerd annyira a kis közösségedet, a hittársaidat, legyél részes annyira az életükben, hogy tudd, hogy mivel építesz most. Mert kiállhatsz az igazságod mellett, csak az nem biztos, hogy épít. Ezt Böjte Csabától szoktuk nagyon sokat idézni, hogy nagyon jó egy családban az igazságod, csak az igazságod nem mosogat el rád, nem főz meg rád, és nem fekszik melléd éjszaka az ágyba. Szóval nincs nagyon értelme, nem épít, vagy nem minden esetben épít. Mehetünk egyet. Szóval már egy kicsit összefoglalva. Először is a botrányt, azt ne használd. Ne tápláld magadban a botránkozást, mert szemellenző, egy pótlék, egy látásod eltorzítása. Aztán pedig magad ne legyél medvecsapda, ne legyél akadály másoknak az Isten felé vezető ismerkedésében, útjában, vagy már hívőnek a megszentelődésnek az útján. Hanem, ha lehet, akkor próbálj meg inkább irányjelző lenni. És ezt sokkal inkább tudod a szereteteddel, mint ezekkel az emlegetett ismeretekkel, meg nagy igazságokkal. Harmadszor pedig, adj elsőbséget a törékenynek, aki vívódik, vagy aki frissen megtért, vagy na, ehhez is kell eléggé ismerni, hogy tud. De adj neki elsőbséget, mert ő jobban sérül egy-egy botránkozásban, egy-egy karambolban, mint te. És itt kell belegondolnunk Jézus Krisztus életébe, az üttervbe, hogy neki mennyire nem derogált a menny gazdagságából, minden igazságot átlátva, az egész történelmünket átlátva, lejönni ide ebbe a pici, sérülékeny embertestbe, és még így is elsőbséget adni kicsinyeknek, gyerekeknek, nőknek, paráznanőknek, vámszedőknek. Jézus Krisztusnak ez nem derogált, és bennünket az ő követésére hívott el. Úgyhogy lehetőleg ne botránkozz, lehetőleg ne botránkoztass, mert ez akadály másoknak sok esetben az Isten felé. Légy inkább te magad a szereteteddel egy irány kijelölő, irányjelző, és merj elsőbséget adni a sérülékenynek. Adja az Úr, hogy tudjunk ebből valamit életre is váltani. Amen.